Setup Review! Setup Review 3! Na igen, erre felhívta Jani egyébként a figyelmemet, hogy eddig már volt 2, én csak egyre emlékeztem. És egyébként nekünk is mindig egy újdonság, meg amúgy tök érdekes megnézni, hogy miket csináltak otthon, úgyhogy nem akartuk abba hagyni ezt a dolgot. Csak most ugye a csatornával kapcsolatos nehézségek okán kicsit több időbe telnek ezek a dolgok, meg most volt mit csinálni. Igen, egyébként ezt még Dani gyűjtögette össze, és annyit mondott nekem, hogy nagyjából a végére ért. Aha. Tehát, hogy így legalábbis egy szeptember 20-ai állapot, ahogy ő ezt összeszedte, akkor a végére ért, úgyhogy lehet, hogy ez az utolsó rész. Igen. Azóta nekünk nem volt semmi gondunk szeptember 20-a óta, úgyhogy már... Már itt is van! Gregoris! Micsoda? Mindegy, igen. Oh, wow! Wow. Ilyen jó kis letisztult így. Letisztult. És amúgy meg éjszaka, nézd meg, ott az RGB. Igen, menj már vissza egyen, mert nem látok. Várjál. Szóval ez egy PlayStation 5-ös és egy Mac Mini-s setup, ugye? Nyissuk meg nagyba, figyeld. Igen, ez egy Mac Mini-s. Várjál már, ott van. És igen. Ezek ilyen utalások Jurassic Park, Batman, nagyon tetszik. Ez is ilyen full monokróm egyébként, meg így az a setup van, de nekem amúgy, tehát ez a setup konkrétan, és ez egy nagyon jó példa, Jani, ha az asztal fekete lenne, aha, gagyi lenne. Az gagyi. A fa gagyi az lenne. Nagyon fel. Kellett bele ez a fekete fehér, ez fos. Jó, így a jó. Kellett az a kis fa bele. Sokkal faszább. Az a megvilágítás meg ízléses. És nézd meg az asztalat, hogy van a kábelek. Clean. Gyönyörű clean. Amúgy tényleg nagyon szépen el van vezetve. Egyébként még az a lámpa is tetszik egyébként. Ott bal oldalon. Ja, aha. Ami aha. Lehet, hogy amúgy nem is működik, de tetszik. Tetszik, nekem is tetszik. Jó tetszik. Tudsz. Oké. Okay. Azt mondja, életem egyik legjobb beruházása volt ez a lámpa. IKEA Tvárhant plusz Molnárt izzó. Ez az a lámpa, amúgy jól néz ki. Amúgy belül néz ki, egyébként jól néz ki. Én mindig örülök, mikor látok, vagy az. Ez is az a felülről megvilágított. Vagy az lenne? Ilyet már állulna az IKEA. Nem, az a Xiaomi monitor light bar. Oké, mert az is egy érdekes dolog, nagyon ritkán lehet látni. Igen, viszont most már egyre több helyen. Igen. Egyre több helyen látni. Jól néz ki. Én nagyon szeretem a vertikál setupokat amúgy, amikor úgy van összekombozva a monitor. Igen. Szerintem a kábel csatornázással mindenre tényleg ez a lebegő cucc ebből a szögből kurva jól néz ki. Na jó, várj. Nagyon topó van, gyerek! Ott nagyon. A topó háttér. Nagyon tetszik, hogy úgy oldottad meg, hogy a gép az asztalomban. Az mindig egy pornó, mikor oldalra nézel, és ott lát. És így ott van. És megy. Meg, tehát az egérkábel feszítő. Az kell. De az mindig jó. Az kell. Az mindig kell. Jó. Na, én azt mindig becsülöm. Aki még vezetékesekeret használ, az annyira, nem tudom, az egész setupot így tudod, így ott van benne egy ilyen, tudod, a Tesla, mi megy a Slim? Köszönjük szépen ezt a setupot. Igen. Ott a Twitch app, és megy a stream. Fasza nagyon. Köszi. Na, várj egy kicsit. Hoztunk egy kis dupla setupot, nehogy lemaradjunk valamiről. Amúgy? Bazd meg! És de mi az a hát? Az egy dupla setup, Jani! Azt az egy hát ez nagyon pornó, öreg. Ez nagyon pornó. Nagyon jól meg van csinálva az egész. Milyen jól néz ez ki? Menő. Ezek a vertik mindig is tetszettek nekem is. Amúgy rohadt, hogy egy más színnel világítanak. Ez azt hiszem CM. Ez Cooler Master? Igen. Vagy a Ventig azok nem tudom, de ez a hűtő az biztos. Igen, szerintem a Ventig is azok, de nem vagyok benne biztos én sem. A színe. Meg úgy az egész setupnak ez a zsúfoltsága, nekem ez nagyon bejön. Ja. Tehát nekem ez a katyvasz sokkal jobban adja, mint a letisztult téma. De ez ízlések és pofonok. Ez egy PS5? Miért nem látod? Te nem ismersz fel egy PlayStation-et, Jani? Az! Ez pedig egy... Jó. Figyelj be, azért van munka. Van. Nagyon köszönjük ezt a setupot. Ja, és ez egy ilyen iskolapadban van. Igen, ez lehet, figyelj. Valaki valami órán unatkozott. Kornél egy olyan arc vagy, aki nem fél realizálni, akár. Tudom, hogy van ott egy videó, de én nem akarom megnézni. Amúgy pedig azt meg kell nézzük. Bíró. Te láttad ezt a bírót? Állati volt. Na jó. Cornél, egy olyan ember vagy, aki nem fél vizualizálni, vagy vizualizálva realizálni az álmait, állt fel, meg lesz mind. Így van. Állat amúgy. Wow, a fasz! Kicsit vörös, hogy olyan figurát fotózom a setupot. Ez egy... ez egy szélturbina? Aha. De ez mekkora bunkó! Oda nézzél, de ez a legeslegszebb! Ott vagy a munkahelyen, a szélturbinában, az meg kibaszta az egérpadot!
Így kell. Ez kurva, és érted, közvetlenül arra megy a laptop. Mint a gép. Ez egy Helios, ugye? Szerintem igen. Várjál csak, rázumolunk. Amúgy szerintem az, ott a Predator. Helios 300 az. Aha, igen, az Helios 300. Állat? Ja, összemettem az összes márkát. De mennyire durva, hogy így melózol, érted? Bosszos. Ez nagyon bossz. Bosszos. Jó, be van borulva, látszik jól a kép. Kurva jó. Legjobb. És ott gémeltél fent. Belefértük is játék. Hát ennyi, bazd meg. Ennyi. Hát ez hatalmas. Jézusom. Igen. Project Chernobyl. Na várjál, mondjuk ez így nem fair játék, mert ez nagyon egyedi. Nagyon egyedi build. Szóval az egészet úgy fogtad meg, hogy így ez ilyen rozsdás. Várj, és ez mennyit a nagyobb. Mohával benőtt. Téma. Az ott egy ilyen Geiger Müller számlálószerűség? Olyan. Aha. Hát ez mennyire egyedi durván egyedi vízszűrtés van, ahogy nézem. Jó, menjünk tovább még. Ilyen kis valvok, ilyen kis csapok. Hát ez brutál. Ez két tartályal oldotta meg, de... A procit meg a... Nem, a GPU nincsen behűtve. Azt nézem, hogy az nincs rajta a körön. Ja, tényleg. Nincs rajta a körön, mégis két tartályal oldottad meg a procit. Figyelj, ez is egy opció. Nagyon tetszik azok a kis áramlásmérő cuccok ott a... Tudod, ahol megcsináltad a 90 fokot. Ott az menő nagyon. Ez is kurva jól néz ki, hogy hátra raktad egy ilyen képet. Nem, ez ugyanaz. Ja, nem, ez ugyanaz volt a másik oldalon. A Csernobili vidámparkból, abból a részből. Nagyon hangulatos lett egyébként. Egyedül talán a videokártya picit kilóg ugye ebből. Az igen. De hát most nem fogok ezzel... De milyen jó dizájnos. Nem fogok ezzel problémázni. Nagyon, mert amúgy meg a zöld szín is tök jól el van kapva, meg minden. Jó a koncepció, nagyon tetszik. Meg ezek az egyedi bildek mindig azért izgalmasak, hogy tudod megoldani. Persze. De amúgy tényleg annyira kéne egy zöld színe van. Mint ha valami radioaktív cucc lenne. Helyhiány miatt kicsit kinőtte magát a szobám. Kicsit terjeszkedett a nappaliba, a hálóba is. Az anyámot. Itt nagyon sok minden van. Igen, asztali gép, és akkor látod, itt is van egy vertikál monitor. Igen. Igen, mert ugye hát kicsi volt az alapmonitor, és kellett mellé egy kis plusz. Jó, a gép az kurva jól néz ki. Nagyon. De kibaszott jól néz ki a gépja. Állati. Ugye mellette van az F1 rig a tévével. Ez egy elég menkév. Gondolod? Kicsit. Van ott egy kis VR setup. Minden van. Jobb oldalon. F1 setup, szobrok. Itt minden van. Az a Master Chief amúgy annyira nem kicsi ott hátul. Nagyon nem. Méretre. Jobb oldalon egy ilyen laptopos setup van. Az egy Blade, ugye? Aha. Itt az F1 rig. Menő. Igen. Jézusom. Ó, bazd meg, azért nem apróztad el. Wow! Hát ez brutál. Jó, kurva jól néz ki. A felső polc soron egyébként ott azért van egy-két kincs, ahogy látom. Jó, ez nagyon király. És akkor így mondottad, hogy kiszivárgott ugye a nappaliba. Na, menj a faszomba! Az egy PlayStation 1? Ott van PS... Kurva élet! Meg PlayStation 3? Az egy PlayStation 2? Az lenne az? Nem tudom, nem látom, de azok, tehát a játékok azok viszont, azok a PS2-es gépeknek a dobozai. Nagyon-nagyon menő. Hát ez nem semmi. Mi ez a projektor, azt szerintem, még azt mutasd meg. Ja, még az is van. Bazd. És akkor itt vannak még PlayStation-jek. Látom. Néhány darab. Jó van. Élvezd az életed! Így van! Látom, hogy amúgy alapvetően nem egy hobbi horgász vagy. PS 1, 2, 3, 4. És PSP. PSP, aha. Figyelj, ha ez a szenvedélyed, erre kell költeni a PSP. Ez egyértelmű, meg az Iron Man azért nagyon csíp, én úgy látom. Én is azt látom, figyelj, élvezd minél tovább ezeket a rendszereket. Ez kegyetlen. Fasza, úgy csináltad meg, ahogy neked tetszik. Így e köré van kialakítva ez az egész. Nekem bejön. Nekem is. Nekem bejön, kenyed. Jó zsúfolt, az tény. Jesus. Milyen érdekes, ez nagyon tetszik nekem ez a megoldás, hogy ugye a tévé mögött van a setup. Ez tök menő. Sokan nem tudják, soha nem is látom. Sokan nem tudják, hogy használják ki, tudod, a rendelkezésre álló helyet. És egyébként. És ez így nem rossz, hogy ugye inkább közelebbről nézel a tévét, és mögötte van egy setupod, és akkor ugye itt van egy asztali gép, egy laptop, igen, akartam kérdezni, hogy ezt a hangszórópárat onnan hallod? Bár gondolom, hogy a tévés cucc is onnan van megoldva. Gondolom. És közben ott egy MacBook, befigyel. Az tényleg. Az. Nekem teljesen tetszik. Teljesen jó amúgy. Ez egy tök jó ötlet. Nekem tetszik. Esküszöm. Ez egy kis menkévem. Figyelj, már eleve engem megvettél. Ex-Jimmy
Engem megvettél a projektor a setup-pal. 125 inch. Oké, az jó. Nagyon jó. Nézd meg, ennyi nyílő. Hát úristen, az az originál Xbox-ot középen. Az a baj, nekem az annyira nosztalgia. Ez? Hát igen. Eleve a megjelenés gyönyörű. Nézd meg azt a Sonkiot. Nézd meg. A PlayStation 5 mellett. Itt? Az a tekintélyparancsoló, tudod? Hát igen. Hogy ez az a fajta, hogy ránézel és látod, hogy ez nagy. Hát oké, van nagyobb is, de nekem az nagyon adja. Kurva jó hangszórók is. Mindenféle konzolod van. Oh, igen, oh, igen. Hát ez nagyon jól néz ki amúgy. És akkor ott a PlaySeat. És ott lehet a PlaySeat-e baszatni, nézd. Az ott egy abroncs, amin a... Igen, az egy abroncs az asztal. Na ez is egy igazi jó kis menkép. És ez a pince, ugye? És ez a pince, látszik, hogy ez a pince. Jók ezek a koncepciók, amikor látod, hogy valaki tudod, valamit nagyon-nagyon szeretne, és akkor ezt így összerakja, és tudod, hogy ez nem dísznek van. Ne, egyáltalán nem, az biztos. Atya! Az egy varrógép? Igen, az, de én azt látom, hogy a fotelben van a gép, baszdmeg. Tényleg, baszki? De Isten, mit csináltál? Ott van! Na, meg van építve! Figyelj, megy vagy nem? Ennyi a lényeg? Egyébként teljesen jogos. Azt ezt így megborítottad? 750 wattos táp, az ott van benne? Ott? Te ezt a fotelba? Mi a kurva élet? Mik azok a kis tárolók? Várjatok egy kicsit, közöbb kell menjek. Ez a varrógép, ez az asztalban van integrálva, vágod? Jaj, hogy ez egy olyan varróasztal. Látod? Hát és persze. Ugye ahhoz vannak az eszközök, meg ott van lenne a pedálja. De csak azt az egyet nem értek, Pisti, te láttam ilyen asztalt, gondolom? Igen. Azt tudod, hogy a varrógépet amúgy be lehet rakni, tehát ennek az a lényeg, hogy be tudod csukni. Igen, de itt látom, hogy itt applikáltak alá egy ilyen polcot, tehát így fuck you, nem? Pedig amúgy ezt el lehetne tűntetni. De azt mondd meg nekem, tehát érted, hogy amikor meglepődsz, hogy én értem, hogy itt volt csak hely neked, haver, értem. De a téka most beltéri, az még miért kell a fele? De amúgy, de ez a tároló, nekem nagyon tetszik. Állat. Erről az jut eszembe, tudod, mikor a macskák mindenbe beleülnek, amiben beleférnek. Igen. Itt volt hely, én játszani fogok. Kapd a faszom. És játszik is. Ennyi. A minőségi 40-70 dobozból kilobott fedőszíja. Azt láttam, hogy ez az egér, pont azt meg sem említettem egyébként, de az volt a leglájtosabb. Hatacs meg egy varrógép, amíg talál meccset, megvárom az oknimat. Ez is egy nagyon... Ez egy ilyen piros kék. Igen, de az, hogy de nagyon következetes amúgy így minden szempontból. Ó, szép. Na, ez nagyon szép setup. Nagyon szép. Igen. Nagyon szép. PlayStation 5. Nézd meg ott fenn, milyen jól néznek ki az AT-AT-n, az AT-ST. A PlayStation 5 nagyon jó, mert ugye nem látszik a géptől. Látszik a géptől, hogy ide. Oda kell a konzolokat tenni. Amúgy igen. Mindegyiket. Hú, ez jó cucc. Aha. Nagyon. Tényleg nagyon király. Mibe kell itt belekötni, Jani? Nem nagyon lehet. Azért ez az embari, én látom. Hát én is. Az ott egy embari. A széket tetszik, jó megy. Jó, megy. Ezzel lehet flexelni, látod? Nekem ez a flex. Ez a flex a szék, nekem is amúgy. Nekem csak ajárom van. Ottan van. A gép is nagyon szépen van amúgy megépítve. Hát nézd már a faszomban, nézd már azt a cable managementet. Nagyon szép. Ott, de nézd meg! És fésűvel van behúzva, bazd meg a kártya is, az alaplap is. Nézd meg, milyen igen. Szépen megy. A 24 pin is. Nagyon szép tényleg. Nagyon. És az ráadásul egy valami morcogó, tehát ez valami 39-50, nem? Mindjárt megnézzük. De nem, ez nagyon jól néz ki. Nagyon tetszik az a setup. 40-90. Menj vissza, bele kell köpcsök valami, mert ez túlságosan tetszik. Ráadásul ezek Philips Hue-k. Igen, nagyon jól néz ki. A pupuk is szépek, ez valami BB cucc amúgy? Lehet. Biztos? Jó, állj, nem, bele? Belekötök. Na mondjad, az IKEA-s polcba? Vagy? Nem, minden gyönyörű amúgy. Eszméletlen. Úgy néz ki ez a SteelSeries egész parad, egerparad, mint teljen adagatja. Ez udorító. Igaz. Fessed le filcel. Na ez igaz. Ne is lássam, nem tetszik. Itt egy ilyen fullos deszkmetet tudok elképzelni egy kék-piros témában. De most ezzel lehetne füstölni. Muszáj volt belekössek, mert túlságosan tetszett, az egerparad gáz. Vágd le gyollóval. Annyira elférsz annyira is. Első videó óta szerettem volna elküldeni a setupot. Igen. Asztalon Mac Mini MacBook Air, Apple Cinema Display 30-os, az a régi. 30-os, az a régi. Focusrite Scarlett. Igen, sure, rengeteg távolító. Ja, vannak neki egy projektoros setup is azért. Egy JVC, aha. 125 inches. Jó. Vagy 125-szoros fix vászon. Ez a Cinema Display. Igen, ez meg a vastag keretes. Ez amúgy nagyon állat volt. De ez a régi. Igen, a nagyon állat volt. Tehát tudod, mert ezután a 27-es volt. Hogyne. Igen.
Hát baszom. Van két távirányítód, igen, azt látom. Úgy tényleg. Nagyon old school setup amúgy, de kurvára tetszik. Megy már azok a székek. Jújj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 
azt vágom is amúgy azt a projektort, és ez kurva jó az a gép. De ez mekkora, hogy oda beülsz filmezni, vágod? Aha. Istenem, és milyen gyönyörű a képe. Amúgy innen látszik a képről is. Nézd meg azt a plasztikusságot, semmi tükröződés, látod? Semmi. Ez kibaszott projektor, igen? Bárcsak meg tudtam volna mutatni nektek az enyémet. Á, nagyon jó. Nagyon tetszik. Ez egy egyszerű setup, de annál jobb. Igen. Tudod, mit, tudod mit nem láttam ezer éve? Mert na ugye mit? Már teljesen kiment. Dűne lejátszót nem láttam ezer éve. A Dűne. Ugye azok, ezek média lejátszók voltak abban az időben. Ez nem is tudom, ilyen a 2010-11-2 környékén voltak ezek a Dűne playerek, tudod, amik ezeket a nagy 4K-s fájlokat, meg annak idején még ugye, a Blu-ray cuccokat is vitték, meg ugye ilyen otthoni network playernek is használtak, és van is mellé egy NAS egyébként megcsinálva. Az ritka, de látszik is, tehát, na mindegy. Amikor így becsukom a szemem, akkor körülbelül egy ilyen szobát látok, amikor valaki azt mondja, hogy Dűnéje van otthon. Amúgy. Popcorn volt még ilyen. Hogy máshoz nem beszél. Érted? Igen. Nagyon tetszik. Nagyon állat, tényleg. Aha, tehát PS-re váltottál PC-ről. De fullos konzolos setup. Konzolos setup, igen. Na, és ezt milyen gyakran látod, hogy egy asztali konzolos setup van? Tehát ami nem kanapé, igen. Látszik, hogy PC-s volt a srác. Az volt. Az volt, ennyi, tudja. Rá kell görnyedni. De letisztult. De milyen kibaszott jó a kilátás, most én most azt nézem amúgy. Az egy tó? Az egy tó. Csak mondom, hogy így érted, hogy oké, hogy így nézzük, hogy milyen szar nekem monitorod. Én nem azt mondtam, hogy szar. Jó, azt mondtam, hogy érdekes. De milyen durva már. És kis madármatica is van, hogy ne repüljön oda. Látod? Nagyon hangulatos. Bazd meg a tó. Kibaszott durva. És érted egy tó mellett, ért? Elküldte a kilátást is. Amúgy nagyon tetszik. Nagyon tetszik de, nekem mondom, is. Szerintem nagyon aranyos ez, hogy tényleg egy ilyen ülőszetapot csináltál. És tényleg, tehát konkrétan, ez konkrétan egy PC-snek a PlayStation setupja, nézd meg. Ott a headset, az egérben ott van, nem tudjuk miért. Ott jó, van, csuklóddal, könyökölsz. Megmaradt, most váltod nemrég. De nekem amúgy nagyon adja. Nekem is. A azt rohadt életbe. Az cipős polc is van, baszd meg! Amiket látok képeket, mindegyiket én fotóztam. Aha. Hát ez rohadt menő néz ki ez a tetőtéri cucc. Kurvára, hogy meg ugye hát nagyon jó. Itt nagyon nehéz kihasználni a teret. Igen. Tök menő, hogy így befordítottad az egész setupot oda balra. Igen, tehát itt van a sarokban. Aha. Kibaszott jó. Menő. Ott van a gép. Ott a PC. iPad. Minden. Aha, igen. És akkor itt van a TV setup. Bazd meg! Ott a Legend of Kremlin. Ott van. Az a könyv nekem is megvan. Legend of Kremlin, tesók vagy. Az a könyv nekem is megvan. Ott a flex. De csak hogy tudd, a holdat ő fotózta. Amúgy igen. Ennyi. Á, nagyon fasza. Nagyon, amúgy ezek a tetőtéri setupok ugyanolyan hangulatosak, mint a pincések. Nem? Igen. Mindkettő annyira jól meg lehet csinálni. Az ott egy arcade-es gyűjtemény. Először nézzük meg kérlek a képeket. Hát jó, van oké. Várjál, hol van már? Nem ez az. Ez az. Gesztenye. Hát ez egy kis gépecske. Jó, néz ki amúgy ez is, igen. De te is így oltad meg a három monitor összetapot? De itt is van keverő, mikrofon, minden isten nyila. Nagyon jó. Kis zenével foglalkozik az... Igen, én is úgy látom, az hogy... Az ember. Amúgy igen. De így világos, látod, így nem raktam volna ívet a monitorokba, mert ugye egy timeline-nak már minden szarnak kell a setup. Igen, szóval ez ilyen zenei cucc. Na várjál! Igen. Ez egy retro, bassz meg. Retro hozzá gyűjtemény? Igen, elég durván. Hát látom, Gameboy-ból is van több... Bassz meg. Brutál. Ez pornó. Oké. Ez se gyenge, ez a Resident Evil 4-nek az az editionja, amihez volt a láncfűrész. És az egy kontroller. Csak mondom, a láncfűrész az egy kontroller volt ehhez. Jó. Jó? Igen?
Igen, vannak, jó. Vannak játékok. Jó, menjünk tovább. Baszki, menj már! És ezek az eredeti gépek. Igen. Ez nem az a új tudsz. És mi ez a Sopron is? Kurva jó. Design. A design. Csoda csatár. Meg, azok rendes ezek nyerő, a rendes, azok rendes nyerőgépek. Ezek nyerőgépek, igen. Igen. Meg az egy pókergép volt, azokra emlékszel? Igen. És akkor az Tekken 3, ahol vagy? Igen. Az egy Tekken 3, ugye ez egy Mortal 2. Ez egy Mortal 2, ez egy Ultimate Mortal 3. Igen, az egy Ultimate Mortal 3. Itt a Ridge Racer. De azt szerintem csak a nem, tábla. Nem, az csak a tábla. Az egy jukebox. Ez mi lehet? Ott baloldal az egy jukebox, és szerintem jobb oldalon is az. Az is az? Aha. Aha, ilyen faszán zenegép. Boldoztok. Bazzik, nagyon-nagyon hangulatos. Nagyon durva. Nézzük a leírásokat amúgy. Jó, igen, ott van. Arcade és kocsmai gépek. Mortal 2, UMK 3, Tekken 3, Multi Arcade, tudod, hogy arra, több, igen. Midway Arcade, Neo Geo Style Cabinet, azok szerintem újabb cuccok, tudod, amik ilyen kombósak. Igen. Ott van zenegép, van egy darts gép. Bazd meg, beszarok. Jó, hát ez beteg. Ez nagyon durva szettem. Beteg ez a cucc, bazd meg. Ez tényleg, de hát az csak gratulálni tudunk, hogy ennyi mindent összegyűjtöttél, ez nem semmi. Még kell. Nagyon szépen köszönjük itt a beküldött setupokat. Nagyon durván néz neki. Fú, nem is tudom, melyik volt a kedvencem. Nem tudom eldönteni. Egyediségre a Csernobili gép azért megmaradt. Jó, hát igen, az nagyon egyedi volt. Igen. De mint setup, nem tudom. Amúgy nagyon sok tetszett. Mindig nagyon jó nézni, hogy ki miket alkot otthon, meg hogy ki hogy próbálja ezt a kis rövid időt, amit itt a földön töltünk, jobbá tenni magának, amivel tudja. Szerintem állatias, meg tök jó. Mindegyik setupot jól látni, srácok. Tehát itt ezek nem kritikák, itt csak szórakozunk. Igazából must rájuk, hogy miket csináltok. Igen. Na jó, de van a kedvenc setupom. A Marro gépes. Jó, hát az oda baszottam. Az oda baszott. Nem, az egy kifejezetten jó példa. Én is tudnék a múltból mesélni, hogy kellett, meg miken kellett játszok. Jó, hát persze. De mindig megoldottam. Igen. Valahogy mindig megoldottam. Srácok, nagyon köszönjük, hogy beküldtétek ezt a sok cuccot. Nem tudjuk legközelebb mikor lesz. Szerintem idén már biztos, hogy nem lesz ilyen. De biztos, hogy csinálunk még. De ha küldtök még nekünk, akkor mindenképpen persze. Csinálunk. Mindenképp csinálunk még, mert állati jó cuccok. Így van. Köszi szépen. Szevasztok.